Putyin takarodj! Ezzel a jelszóval szervezett tüntetést az ellenzék az Ukrajnát lerohanó Oroszország ellen. Az egységes ellenzék szerint azért van szükség a kiállásra itthon is, mert Putyin orosz befolyási övezetként tekint Magyarországra, amelyben a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is partnere. Vendégünk Márki-Zay Péter. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki a tüntetésről, ha minden igaz, egyenesen érkezett ide. Hát úgy tűnik, hogyha nem is a tüntetés miatt, mert előbb eldőlt már napközben, hogy a Fidesz is támogatta a Paks 2, illetve a Beruházási Bank elleni szankciókat. Megoldódott ez a dolog? Ez egyelőre egy ajánlás, az imént csak Attilin itt frissében elmondta, hogy tulajdonképpen ez egy ajánlás, nem kötelezi semmire a kormány. Igen, ezt még gondolom ma éjjel a Fidesz törvénybe fogja iktatni, ahogy annyi mindent máskor, és holnap reggel valószínűleg ezt már törvénybe fogják iktatni, legalábbis Orbán Viktornak a lehetőségei között ez szerepel. Úgyhogy... De mit? Milyen? Mit iktat törvénybe? Azt, hogy kitiltják innen az Európai Beruházási Bankot, az orosz kémbankot, illetve azt is, hogy a Paks 2 beruházást egyelőre felfüggesztjük fel, mondjuk, hiszen az Unió parlamentjében ezt Orbán Viktor emberei megszavazták. Tehát azt gondolja, hogy ez, igen, csak közben Dajs Tamás nyilatkozott, hogy nem szavazták meg, de hát a jegyzőkönyv szerint meg megszavazták. Tehát ön azt gondolja, hogy ebből pár nap alatt törvény lesz? Dajs Tamás nem tudja, hogy mit csinál általában, de ez rendben van. Én az a fontos, hogy Orbán Viktor remélem, hogy tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogyha ő tudatosan, és valószínűleg ez tudatos volt természetesen, megszavazták, akkor úgy gondolom, hogy ebből logikusan következik, hogy egy törvényt is kell hozzon. Akkor fogjuk elhinni Orbán Viktornak, hogy komolyan gondolta ezt a szavazást, hogyha majd a magyar parlament is meg fogja szavazni. De én nagyon kívánom, hogy így legyen, mi mindenben támogatjuk Orbán Viktort, amikor végre a jó oldalra állt. Ez egy nagyon ritka dolog, hogy Orbán Viktor a történelmnek nem a rossz oldalára áll, hanem a jó oldalára, úgyhogy ezt ünnepeljük meg. Azt mondta korábban, hogy Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában, és most emberek halnak meg. Ezt komolyan gondolt, hogy a magyar miniszterelnök felelős azért, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát? Nem, természetesen nem azt állítom, és ott tessék meghallgatni azt, hogy mit mondtam előtte. Orbán Viktornak millió lehetősége volt arra, hogy ezt a háborút megerőzze. Nem csak az a úgynevezett béke misszió, ami látványos kudarccal ért véget, mert ő két héttel ezelőtt itt ünnepelték, hogy nem lesz háború, aztán sajnos lett. De akkor, amikor ma azt is megszavazták, hogy az Európai Unióhoz csatlakozhat Ukrajna, ezt eddig mindig blokkolták. Azt, hogy a NATO segítséget adjon Ukrajnának hetekkel ezelőtt, azt blokkolták. Magyarország biztonságát ma nem Orbán Viktor védi, hanem a NATO. A NATO és az uniós tagságunk védi. Ha ezt a lehetőséget megadták volna Ukrajnának, Putyin nem merte volna megtámadni Ukrajnát. Én elolvastam és meghallgattam, amit mondott, akkor még egyszer kérdezem, hogy komolyan gondolt, hogy Orbán Viktor miatt Orbán robbant Viktornak ki meg ez volt a lehetőség. Nem azt mondtam, hogy Orbán Viktor miatt robbant ki, de Orbán megerőzhette volna. Azt mondta, egy személyben ő a felelős. Igen, mert Orbán Viktor megerőzhette volna. Megerőzhette volna akkor, hogyha nem blokkolja Putyin érdeké. Ugyanúgy, ahogy Putyin érdekében elzárta az ukrán gázt, ahogy Putyin érdekében az amerikai által üldözött fegyvercsempészeket Moszkvának adta, és nem Amerikának ki. Ugyanígy Orbán megtette volna, hogy nem blokkolja Ukrajnának a NATO segítségnyújtást, az Európai Uniós közeledés tagságot akár, NATO tagságot, uniós ha nem tagságot. Blokkolja, akkor nem lehetséges, hogy nem most lenne a háború, hanem évekkel ezelőtt lett volna a háború? Volt egy ilyen konfliktus már, akkor mégsem indult el. Érdekes mondom, akkor nem rohanták le. Én biztos vagyok benne, mondom, Magyarországnak a biztonságát sem Orbán Viktor védi, hanem a NATO. Hogyha a NATO védelmét Orbán Viktor nem blokkolta volna Ukrajna felé, akkor Putyin nem merte volna lerohadni Ukrajnát. Ugye ön azt mondja, hogy azért blokkolta, mert Putyin erre kérte. A magyar miniszterelnök meg azt mondta, meg a külügyminiszter is, hogy azért nem, és addig blokkolni fogja a NATO csatlakozását Ukrajnának, amíg az ottani magyarokat, a kárpátai magyarokat jogsérelem éri, ugyanis 17-ben elfogadtak egy olyan oktatási törvényt, ami a nyelv tanítást az iskolában, azt akarom mondani, hogy kettőt nem lehet összehasonlítani. A kormány erre hivatkozott, sőt, még egy mondatot engedjen meg. 2020-ban a Lehet más a politika is kiadott egy közleményt, amiben az áll, hogy Ukrajna NATO és uniós csatlakozásának blokkolása nem túlzó reakció, hanem annak a bizonyítéka, hogy Magyarország ebben a kérdésben valóban nem alkuszik, és nem csak a szavak szintjén tesz meg mindent a kisebbségben élő magyarok jogaiért. Nem tudom, hogy az LMP mit és miért adott ki, én fönntartom továbbra is, hogy a két dolog nem összemérhető, Orbán nem zárhatja el a gázt az ukránok elől, mert az ukrajnai magyarokat is büntet.
egyetérteti ezzel, és Orbán nem blokkolhatja, erkölcsileg mondom ezt, nem blokkolhatja Ukrajna és Ukrajnának a NATO és Európai Uniós csatlakozását, mert ezzel az ott élő magyarokat is bünteti. Tehát valójában azzal zsarolni Ukrajnát, hogy nem engedi, az ukrajnai magyaroknak a biztonságáért nagyon fontos NATO és uniós tagságot, az borzasztó öngyilkos politika. Orbán részéről, Magyarország részéről, és elfogadhatatlan, erkölcsileg elfogadhatatlan. Az ott élő magyaroknak az érdeke lett volna az ukrajnai NATO és uniós csatlakozás. Azt írt a Facebook oldalára tegnap, hogy magyar katonai repülő Ukrajnába szánt fegyvereket szállít. Orbán Viktor megint hazudott, a Pápán állomásozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű repülőgépe páncéltörőket, fegyvereket, stb. Szállít. Nem Pápán állomásozott, hanem Eindhovenben, és onnan szállt fel. Jó, tehát az a tény, bocsánat, ami a címben volt kiemelve, az tökéletes tény, tehát magyarul egy magyar felségjelzésű gép Ukrajnának szánt fegyvereket szállít. Amikor Orbán hazudik erről, amikor Orbán bennünket hazug módon vádolt azzal, hogy bárki Ukrajnába katonát vagy fegyvert akar szállítani, miközben én csak azt mondtam, amit Orbán is mond azóta, hogy Magyarországnak annyira lojálisnak kell lenni a NATO-hoz, hogy a NATO-nak az álláspontjához kell igazodnia. De hogyha a NATO sem akar senki, egyetlen NATO tagállam sem katonákat küldeni, akkor az én szavaimban nem lehet belemagyarázni azt, hogy mi katonákat küldenénk, amivel a teljes Fidesz propaganda teli van az elmúlt héten. Erről a repülőgépről. Ezt hadd mondjam végig. Uh-huh. Tehát azzal vádoltak bennünket, hogy mi fegyvereket szállítanánk oda, pusztán azért, mert elmondtuk, hogy ha a NATO így dönt, akkor támogatjuk. Orbán Viktor azóta megszavazta ezt, az Uniónál nem blokkolta, hanem megszavazta saját maga is, hogy az Unió szállítson fegyvereket. Tehát amivel minket kritizált, azt Orbán azóta megcsinálta, és azzal vádolt bennünket, hogy mi akarunk fegyvert szállítani, miközben magyar katonai gépek szállítanak fegyvert, Ukrajnának szánt fegyvert. De azt mondják, például Kovács Zoltán reagált erre, hogy ez nem magyar repülőgép. 12 NATO tagország használja ezt a repülőgépet, nem magyar személyzettel, nem magyar területről, vagy azon keresztül ment. Én csak annyit mondtam, ez egy magyar gép. Ez egy magyar gép. Ennyi. Egy magyar gép szállított Ukrajnának szánt fegyvereket. De egyébként még egyszer, ott van az Unió. Az Unió eldöntötte, ez hihetetlen kiállás Ukrajna mellett az Unió részéről. Az Unió szállít fegyvert Ukrajnának, Orbán Viktor megszavazta. Orbán Viktor is megszavazta, hogy szállítsunk fegyvert Ukrajnának. Akkor miről beszélünk? Folyamatosan hazudnak, egyik napról a másikra változtatják. Igen, de azt mondja, bocsánat, itt volt Demko Attila, a biztonságpolitikai szakértő, aki azt mondta, hogy az azért más, hogy az Európai Unió, amit egyébként megszavazott, ahogy Magyarország, ahogy mondta, tehát megszavazta, az Unió küld Ukrajnának fegyvereket, de Magyarország nem küld, ahogy egyébként Lengyelország küld, Csehország küld, nem sorolom az országokat. Bocsánat, 27 tagállamból álló Unió. Az Unió egésze küld fegyvereket Ukrajnának. Orbán ezt megszavazta. Akkor miről beszélünk? Akkor jó bennünket. Döntés az ön szerint a kormány részéről, hogy most jelen pillanatban nem küld fegyvereket? Bocsánat, Orbánnak az a jó döntése, hogy az Unióhoz és a NATO-hoz igazodik. Orbán ez a szélkakas, aki folyamatosan hol Putyin árulója az Európai Unióban, a NATO-ban és Magyarországon is, aki elárulta az ukrajnai magyarokat számtalan alkalommal, most jót csinált, ezt ünnepeljük meg. Nagyon helyes. Nagyon helyesen nem blokkolta, nem vétózta azt, hogy mi az Unió tagjaként, az Unió egyik tagjaként elfogadjuk azt, hogy az Unió fegyvereket szállít Ukrajnának. Nem vétózta Orbán, elfogadta Orbán. Ünnepeljük meg. Az, hogy közben hazudozik, az most mellékes. De jó döntés az, hogy nem engedi Magyarországon át ezeket a fegyvereket, ugye nem léphetik át a magyar határt. Az is egy árulás, azért ezt szögezzük le, hogy amikor a Szerbiába kellett orosz fegyvereket átengedni, akkor Orbán átengedte őket. Nagyon sokan fölháborodtak rajta. Akkor nem aggódott amiatt. Most pedig azzal a hazugsággal jön, hogy az Európai Unió fegyvereit majd a magyarok ellen használják, könyörgöm. Milyen logika ez? Az oroszokkal szemben használják azokat a fegyvereket, amit az Unió ad, a magyar nemzetiségű és ukrán nemzetiségű ukrán katonák. Tehát hogy jön Orbánnak ez az ötlete, hogy ez a magyaroknak a biztonságát fel... Tehát folyamatosan honnan jön? Megkérdeztem Demko Attilát, itt az adás elején itt volt, biztonságpolitikai szakértő. Ő azt mondta, hogy ennek van egy nagyon komoly veszélye, hogyha mi határunkon átmegy, vagy a mi területünkön, mert megtámadhatják Romániát, említette egyébként, ahol 17 kilométerre a határtól volt egy robbanás egy ugyanilyen fegyverszállítmánynál, tehát hogy ez a veszélye, és hogy amikor átmegy magyar lakta területre, mert nyilván a határ után magyar lakta terület van, akkor ez jelenti a veszélyt. Miért nem zárták le a légteret, a magyar légteret az orosz gépek elől?
Orbán Viktor, miért nem zárta az Unió? Egyébként azóta az Unió lezárta hát az helyette, Unió lezárt, igen. De Orbán ezt is blokkolta addig, most meg elfogadta. Tehát én azt látom, hogy Orbán folyamatosan bennünket támad azzal, amit utána ő maga megcsinál. És egyébként nagyon helyes, hogy megcsinálja, én nem kritizálom, én is azt mondtam, hogy nem Orbán Viktorra, Orbán Viktorban nem bízom. Orbán Viktor elárulta a hazát, elárulta az Uniót, elárulta a NATO-t. De a NATO-ban és az Unióban nagyon is, hogy bízom. Csak a NATO és az Unió védi meg Magyarországot attól, hogy bármilyen háborús konfliktusba belekerüljünk. Csak a NATO tudja megvédeni Magyarországot, az mekkora árulás. Hogy amikor Biden elnök felsorolja, hogy melyek azok a tagországok, akiknek az utolsó, egyébként minden NATO tagországnak az utolsó négyzetcentiméterét is megvédi, és ezért NATO csapatokat küldtek. Baltikum, Lengyelország, Románia. Magyarország valamiért kimaradt. Magyarország volt az egyetlen, aki Putyin elnök parancsára, kérésére megtagadta a NATO csapatoknak a beengedését a magyar területre. Ez hazaárulás. Kérte ezt a NATO? Hogy ide volt ilyen a NATO mindegyik országnak feladata, hogy küld, Orbán az egyetlen, aki visszautasította, ezt Putyin követelte. Putyin én ugye a Mesterházi Attila azt mondta, hogy ő a NATO parlamenti közülésének az alelnöke és elnöke is volt, hogy nem is érkezett ilyen kérés, azért nem, mert van egy óriási bizalomvesztés. Az biztos, hogy van bizalomvesztés, hogy nem bíznak Orbánba, de mindenkinek kell a NATO védelme. Nagyon is kell. Egészen más belpolitika. Ugye készen van az ellenzék közös listája, ezen a listán szerepel Horváth Csaba és Molnár Zsolt. Ön szerint helyük van-e a közös listán? Hát, hogyha be fog igazolódni az, amit a hatóságok most állítanak, akkor nyilvánvalóan nincs. Be kell, hogy igazolódjon? Ugye de. Látja a híreket, az ön leendő korrupciós tárca nélküli minisztere Hatházi Ákos azt mondja, hogy le kellene mondaniuk a listás helyről. Akkor ezért is nagyon jó, hogy Hatházi Ákosra fogjuk bízni a korrupcióellenes ügynökséget, ugyanis Hatházi Ákos nem nézi azt, hogy jobb vagy baloldali, ellenzéke vagy kormánypárti, neki csak korrupció van. És mi minden korrupció ellen fel fogunk lépni, ez a szövetség nem fogja tűrni egyáltalán. A Fidesz alatt még az ellenzéki korrupciót se üldözték. Hát ez mutatja, hát ez egy, a 4-es metró ügyétől kezdve mondhatnám azt, hogy hány olyan ügy volt, amivel folyamatosan kritizálják az ellenzéket, de hát a Fidesz van kormányon. A Fideszi az ügyönség. 12 év alatt nem számoltatták el az előző kormányt, csak folyamatosan beszélnek róla. Nagyon örülünk, hogyha valaki el fogja számoltatni a korrupciót Magyarországon. Beszéltem személyesen Horváth Csabával vagy Molnár Zsolttal? Nem beszéltem. Most erről nem beszéltem. Miért nem? Életemben találkoztam már. Azt gondoltam. Miért nem beszélt ezzel kapcsolatban? Igaz, ez nem rajta van a listán. Hatházi Ákossal viszont folyamatosan beszéltünk. Ő viszont azt mondja, hogy ne legyenek rajta. Beszéltem viszont a Szocialista Párt vezetésével is erről, és velük is megbeszéltük ezt a helyzetet, és természetesen amennyiben bármilyen bizonyíték erő kerül arra, hogy ők tényleg érintettek a korrupcióban, én ezt nyilván úgy gondolom, hogy hamarosan megtudjuk, hogy lesz-e ilyen, akkor természetesen fel fogom őket szólítani, hogy ne legyenek rajta a listán. Nem kettős mérce az, hogyha a Fidesz egyik politikusa kerül gyanúba, mondjuk kihallgatási jegyzőkönyv, vagy bármi alapján, akkor azonnal felszólítja az ellenzék, hogy mondjon le, tisztázza magát, Wölner Pál esetében, aki azóta is nyomogatja a gombot, és valószínűleg az Orbán Viktoros fülbevalós Novák Katalint éppen Wölner Pál és másik három gyanúsított és vádlott szavazatával fogják majd megszavazni. Tehát én azt látom, hogy a Fidesz esetében bizonyított az, hiszen ott már nagyon komoly vádemelés zajlik, és a többi, tehát a sajtóban megjelentek egészen konkrét. Az ügyészség ezt is kezdeményezi, igen. Már például a Tóth Csaba mentelmi jogának a felfüggesztését, nagyon tudom, hogy ő nincsen rajta a listán, csak mindig azt mondja, hogy az önök koalíció a tiszták koalíciója, és mégis árnyék vetül most erre a tiszták koalíció, és nem mondja, hogy... De nincs közöttünk semmilyen félreértés, tehát még egyszer, abban a pillanatban, hogyha olyan bizonyítékok lesznek, mint Wölner ellen, én föl fogom őket szólítani, hogy lépjenek vissza, egyébként szerintem maguktól is vissza fognak lépni. Mikor fognak maguktól visszalépni? Feltételezem akkor, hogyha bebizonyosodik, hogy ők bármivel is jogosan vádolhatók. Ez bebizonyosodott a választások előtt? Én azt gondolom, hogy simán, hogyha a Fidesz tartja magát ehhez, akkor természetesen be fogjuk bizonyítani, vagy be fog bizonyosodni addig. Hát ha Wölner esetében, egy Fideszes esetében, vagy Simonka esetében ezeket megtudhattuk, akkor pont egy ellenzék esetében ne derülne ez ki? Köszönöm, hogy itt volt nálam. Nagyon szépen köszönöm. Maradjanak velünk, mert hogy jön a Vox, Emily már várja önöket. Szervusz, Emily, nagyon jó a hajad, bocsánat, zárójelben. Nem is kérdezem, hogy mivel foglalkoztok, ki lesz a vendéged? Szia, Györgyi! Szervusz, Györgyi, köszöntöm a nézőket is. Természetesen mi is az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel fogunk foglalkozni. Ha elmondom, hogy Ungár Péter, Mesterházi Attila és Tarjányi Péter lesznek a vendégeim, akkor szerintem ebből egyértelmű lesz, hogy elsősorban a magyar vonatkozásokról fog szólni ma este a Vox, és a biztonságpolitikai vonatkozásokról, amiknek van egy közös metszete, ugyanis Magyarország nagyon-nagyon durva kritikákat kapott azután, hogy Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarországon keresztül halált okozó
fegyvereket nem szállíthat senki Ukrajnának. Ezután mondta ugye Donald Tusk volt lengyel kormányzó, hogy hát inkább a Gazprom igazgató tanácsában lenne megfelelő helye Szijjártó Péternek és Orbán Viktornak ellentételezésért, és most pedig Manfred Weber mondta azt, hogy egészen elképesztő kettős játékot játszik a magyar kormány Ukrajna ügyében. Beszélni fogunk arról is, hogy akkor most mit szavazott meg a Fidesz, illetve a KDNP uniós képviselőinek sora, és mit nem, mert hogy Dajs Tamás azt mondja, hogy Újhely István egész egyszerűen hazudik a mai európai parlamenti plenáris ülésen történtekkel kapcsolatban, és mindemellett kapcsolunk majd Moszkvába, hogy ott éppen milyen a hangulat. Lesz egy berlini kapcsolásunk is, mert hogy a szankciók nagyon-nagyon súlyosan érintik a német gazdaságot, és lengyel szempontból is megvizsgáljuk majd azt, hogy Magyarország ugye nagyon kibeszél a regionális országok sorából. Erről is fogunk majd beszélni, tehát nem sokára kezdünk, a Voxban várom a nézőket. Pedig mindjárt elköszönök, de egy fontos dolog, még egy fél mondat Márkizay Pétertől, mert hogy holnap megy Záhonyba, volt egy gyűjtés. Itt már most elindulunk Záhonyba, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik adományaikat eljuttatták ma az egységes ellenzéknek a tüntetésére, a Clark Ádám térre, ezeket most fogjuk elvinni, és menekülteknek átadjuk, és a teljes kampánygyűjtésünket az elmúlt napokban fölajánlottuk az ukrajnai menekülteknek a támogatására. Mindenkinek köszönöm, aki adakozott. Köszönöm, hogy itt volt a nézőknek, és köszönöm a figyelmet. Maradjanak velünk, jön a Voksa Emilyvel, holnap újra várom Önöket itt az Egyenes Beszédben, viszontlátásra.